Nem. Na, mert a törpök élete nem csak játék és mese, ugye, Amidala? Igen. El kellett jönnünk Kupangba, kupangolni. Egy vízumügyintézésünk van. Elméletileg most fogjuk megkapni a valamilyen, most már kitapot kapunk egyébként, ez már, hát szerintem fogalmazhatunk így a tartózkodási engedély. És apa indonéz lesz. Nem. De. Nem. Nem, nem akarok. Nem. Ötösebben beszél. Na, megérkeztünk közben ide, ugye a vízumügyintézés mint olyan, az soha nem egy egyszerű dolog. Itt Indonéziába. Folyamatosan találkoztok a miért nem lehet megoldani helyzettel. Most is ez történt, a mi vízumunkat viszonylag egy gyorsan intézték, fogalmazunk így, mert ennek annyi előzménye van, hogy mi előre küldtünk ide az egyik alkalmazottunkat, aki mindenféle papírt elhozott, meg lepecsételtetett, meg megcsináltatott, meg lebeszélt, utána, amikor ez megtörtént, és szólt, hogy na akkor most zöld utat kaptatok, neki is elment egy pár nap. Ugye repülőjegy, Szumbáró Kupangra, van közvetlen járat, szállás, kaja, stb. Utána, amikor ez megvolt, akkor szólt, hogy jöhetünk, mert már csak alá kell írni, és meg kell csinálni a fotózást. Ezt a fotózás dolgot, ezt most jöttünk megcsinálni. Ilyenkor fotót csinálnak rólad az Immigrációba, bevándorlásügyi hivatalba, új lenyomatot vesznek, kifizeted azt a nem tudom milyen összeget, és akkor elméletileg most már 5 éves vízumot kapunk, letelepedését, vagy tartózkodási engedélyt, vagy nem tudom magyarul, hogy lehetne legjobban lefordítani. De mindig, mert Indonéziában vagyunk, mindig van még egy ha, vagy de, ez természetesen most is van, kifizettük az összeset, akkor derült ki, hogy a Klári és az enyémhoz az mind szép és jó is el van intézve, de viszont az Amidaláéval van valami gond, ugyanúgy lett feltöltve, ugyanúgy lett megcsinálva, ugyanúgy lett kifizetve. Ki kellett fizetni, úgy nézve, mert Klári kifizette most még egyszer, mert digitálisan kellett feltölteni, eredetileg kiderült, hogy mégse digitálisan, hanem személyesen, de már digitálisan ki volt fizetve. Na, hát meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége, de nagyon reméljük, hogy minden rendben lesz ezzel is. Úgyhogy mondom, elméletileg a mi vízumunk megvan. Várjuk azt, hogy az, amit el a vízuma sikerüljön, vagy elkészüljön. Aztán, hogyha az megvan, akkor menjünk vissza Szumbára. Addig itt Kupangba, hát mit lehet csinálni? Igazából nem sok mindent. Van egy pláza, ahol el tudsz menni, de ezen kívül túl sok lehetőség nincs. Meg játszóház. De az, amit el a... Hagyjad apát, hogy csináljon videót, jó? Nem. Szófogadó gyerek. Jó nevelés. Úgyhogy el tudsz menni a plázába, azon kívül semmi olyat nem találtunk, amiért érdemes lenne itt lenni, vagy itt maradni. És ez az, hogy még várjuk ezt a valamit. Várjuk ezt a valamit, Klári? Mi? Várjuk, igen, a vízumot. De most arról mi a helyzet éppen? És holnap megyünk fotózkodni, aztán mehetnénk, ha lenne repülőjegy. De nincs repülő. Nincs holnapra repülőjegy, ezért csak holnap után megyünk. Úgyhogy holnap még kupangolunk egy kicsit, és elméletben, de még a repülőjegy holnap utánra sincs meg. Úgyhogy elméletben holnap után megyünk vissza a Szumbára, és akkor tesszük a dolgunkat. Sajnos a vízumos ügyintézés az nekünk nagyon-nagyon, ugye több mint 10 év vagyunk itt, folyamatosan vízumintézések voltak. A kitasszal már azért lényegesen jobb volt, mert ott évente kell egyszer intézni, de hát tehát volt már olyan ügyintézésünk, amikor nem volt idegesség, sírás, meg ilyen? Sose volt, ugye? És volt, hogy két havonta kellett, meg havonta. Tehát olyan, hogy ebből ne legyen valamilyen stressz. 5 évre kapjuk meg most. Úgy néz ki. És abba Indonéz lesz. Ez a gyermekednek a mániája. És abba indonéz. De indonéz. Én nagy leszek. De indonéz lesz. Nem. De. Na. Úgyhogy ha vízumot kell intézni, arra duplán-duplán, triplán figyeljetek oda, mert nem egy egyszerű mutatvány, viszont nem lehetetlen. És ha kitartóak vagytok, ügyesek vagyok, akkor bármi lehet belőle. De apa indonéz lesz, olyan mondta apa.